üdvözlök mindenkit. Hát idefele azért nem annyira videóztam már, mint egy Diós Jenőjék, hiszen ez a vonal szakasz, ez hát több ezerszer lefutott már a csatornán, úgyhogy nem gondoltam, hogy annyira izgalmas lenne. Igazából láttuk, amivel fogunk menni, az majd az lesz, amivel Szokolyán találkoztunk. És hát feljöttem itt az étterembe, mert az volt a terv egyébként, hogy itt van egy órám. Ugye Diós Jenőjék van óránként ütem, hát onnan tovább pedig ütemnek azért annyira nem nevezném, szóval vannak vonatok gyarmatig. És most majd egy ilyennel megyünk tovább. És az étterembe fel akartam jönni, hogy mondom, megkajálok itt kényelmesbe, de hát az étteremben sajnos csak folyékony élelmiszer van. Úgyhogy egy ilyen szalámi plusz kifli kombóra kellett rámennem, amit majd az állomáson meg fogok szépen enni, mert hogy éhes vagyok. Folyékony élelmiszerre meg most nincs szükségem. Úgyhogy a lényeg, hogy menni fogunk majd azzal a kettő motor plusz között, de van egy mellék, szóval az lesz a miénk, hogy a mellék már egy felújított, kékesített kívül belül, a két motor még egyelőre a régi. Ugye vannak már olyan motorok, amik belül már kékesítettek, kívül még nem. Vannak, mondjuk ilyen melléket én nem tudok, mert én azt hiszem, hogy össze-vissza csinálják, tehát a hévműhelybe Duna, mindig keverem, Keszit meg Harasztit, mert annyira ugyanolyan. Szóval Duna Harasztin, igen, a hévműhelybe csinálják a belső vizualizációt, mert ezt egyébként fejlesztésnek azért még továbbra se hívjuk, és a külsőt pedig, hát régen Fehérváron csinálták, én most azt hallottam, hogy Nagykanizsán. Nem tudom, hogy ez így van-e, de a lényeg az, hogy nem egy helyen történnek meg a dolgok, aminek még aztán van is értelme, ha azt mondjuk, de annyira meg szerintem nincs. Na mindegy. A lényeg, hogy megyünk, csinálunk egy gyarmati túrát. Azért nem hozok még konkrétumokat, mert nem tudom, hogy gyarmatra felmegyünk és az Aszódi jövünk ele, vagy a gyarmatra felmenés után gyarmaton jövünk, vagy gyarmatról jövünk ele, és ugyanígy visszajövünk Vácnak. Egyébként mind a két esetben a cím, amit kitaláltam, az igaz lesz, tehát közel 6 órán keresztül fogunk bézés túrát tartani. Az a bajom az Aszódi vonallal, hogy egyrészt a bézés vonal sem az egyik kedvencem, sőt, annyira nem hozott lázba sohasem. A másik pedig, hogy Aszódról flörtözni kéne. És tudom, mondhatjátok, hogy Vácról is flörtöznöd kell, Bence? Nem, először is kisszeznem kell, de tök mindegy, ebben igazatok van. Viszont Vácról csak 25 perc kisz Budapest, Aszódról pedig egy óra flört, Kőbánya felső, és onnan még akkor villamos vagy gyalogszer, tehát annyira nem a barátom az a vonal, meg annak a vonalnak a utazási feltételei, úgyhogy meglátjuk, hogy mit fogok kitalálni, gyarmatig el fogunk menni, ez biztos. No, hát akkor megnyílt a Kuhár Bence étterem, úgyhogy jó étvágyat kívánok. Ez van, de meg jó ez. Mi van? Jó, hát mondjuk előbb bedobtam volna egy pörköltet, de asszimilálódni kell a helyzethez mindig. No, ugye itt van a gyarmat felüli kiágazás, illetve a tekerősorompók. És hát ugye valamikor azért itt komolyabb volt az élet még ennél is, hiszen Diós Jenőről ágazott ki a Romhányi vonal, ami 2007. március 4-én szűnt meg létezni. Ugye? A két vonalbeszüntetések idejében zajló vonalbeszüntetésnek az első szakaszában, ott is a vörös tárcsa. Ugye igazából már sokszor foglalkoztunk a vonallal, talán minden megállási pontot, állomást megmutattam nektek már. Rétságot, Romhányt, Tolmácson ugye egy nagyon-nagyon kis király vlogot csináltunk a Ricsivel, úgyhogy van a vonalról elég info. Thank you.
No, hát hamarosan indulunk. Ugye a néni ott a, tulajdonképpen az űrszelvényben áll, de ugye ez a vágány, ez halott. Valamikor ide, és azt hiszem, hogy ide tudott bejárni a Romhányi. De ide járt be, ha jól emlékszem. Ide járt be, ide fog bejárni a gyarmat felől érkező, ide ugye a Váci. De nagyjából azt hiszem, így van a vágányhálózat. És ezt most fejben mondom, úgyhogy sorry, ha tévedek. Várjatok, mert ez most egyébként ki is fog derülni. Nézem is a vágányhálózatot. Hát most nagyon butaságot nem akarok mondani inkább, de az biztos, hogy a mellettünk levő vágányra jártak be a romhányi vonatok. Annak idején ott van, ott van az alapjelzője. No, hát ez az a szakasz, ahol már tényleg kevés utas van, ugye nem véletlen az, hogy egyébként ennyire össze-vissza járnak és kevés vonat jár közvetlenül gyarmatról Vácra. Én mutatom nektek, jelenleg ebben a mellékben, a másik oldalon van három utas, de azon kívül ennyi. És hát a pálya sem lett jobb, mondjuk rosszabb se. Az első megállási pontunk majd Diósjenő után Borosberény, aztán majd Nagyoroszi, ami egy érdekesség is egyben. Mert hogy van egy pár ilyen retro kiállított vasúti emlék, bár elég rossz állapotban. A hangulat viszont király, én nagyon szeretem ezt a vonalat, nagyon rég jártam most rajta, úgyhogy örülök, hogy újra ellátogatok, és ha most meg kéne satszolnom, akkor valószínűleg egyébként majd ezen a vonalon jövünk vissza is. Ugye, ha jól emlékszem, akkor itt nagyon rossz hiba bekulcsozós történet lesz, tehát lesz egy kis langsam időnk. Jól emlékszem? Igen, ott van a... Oda kell majd bekulcsozni a jegyvizsgálónak. Hát ugye itt azért a rakodó, a mérlegház mind arról tanúskodik, hogy itt valamikor azért komolyabb szolgáltatás volt, vagy hogy is mondjam, inkább élet volt. Igen, most megy bekulcsozni. Na, addig nézzünk ki a másik oldalt. Hát, nagy állomás, nézzétek meg mekkora rakodóval itt is, tehát egészen elképesztő, hogy a magyar vasút, a magyar iparvasút az mennyire megfogyatkozott.
mindjárt jön egy ártudító. Itt lesz, figyelj. Ugye ennek a feladata az, hogyha villog két irányból, ugye a két optikája, akkor az azt jelenti, hogy a következő útátjáró már fedezve van, azaz ebből tudjuk, hogy ez egy minimum fénysorompós útátjáró lesz. De majd csak a megálló után, ami őszinte leszek, nem tudom, hogy ez melyik megállási pont, mert ez úgy nincs a fejemben, azért annyit nem jártam erre. Kérem tisztelettel, még mindig nem tudjuk. Drégei vár, tényleg Drégei vár, igen. Egyébként ezt a vonalat tudom, tényleg olyan még vasúton annyira nem ismert, vagy hogy mondjam, tehát aki még annyira nem vonatozgatott csak úgy hobbiból, annak tényleg tudom javasolni, pláne ha pesti, mert nagyon-nagyon közel, ugye 25 perc alatt a nyugati pályadvarról Vácra lehet érni, és csatlakozik a zónázó ehhez, tehát meg fog várni a BZ, és tulajdonképpen egy nagyon jó túrát tud csapni, egy nagyon változatos környezetben, a hegyek között, nagyon-nagyon hangulatos, nincs töminyomi, szóval azt gondolom, hogy ez a kezdőszett, ez az oldal. A kezdőszett mondjuk talán Diósjenő Vác, hogyha még nem vagy hozzászokva ahhoz, hogy két órát zögykölődjél, mert bizony-bizony ez több is, mint két óra gyarmatig, és még vissza is kell menned. Viszont ha már bevállalós vagy, akkor nyomd le, oda-vissza, nem kell korán kelni hozzá, én is otthonról délbe indultam meg, és nem fog későn hazaérni, 8:30 környékén otthon is leszek. Tehát, hogy abszolút egy olyan túra ez, ami se korán kelő ember nem... Tehát aki nem bír korán kelni, olyannak is jó, meg aki nem bír későn lefeküdni, olyannak is jó, én azt mondom. Úgyhogy szerintem a pestieknek ez a legtutibb BZ-s vonal, és garantálom, hogy e vonal után meg fogja szeretni a mellékvonalazást. Közben pedig megérkeztünk az erdőbe. Sáferkút. Aha. Na, erre nem emlékeztem. Erre abszolút nem emlékeztem. Ebből látszik, hogy ez a vonal, bármennyire is szeretem, most nagyon régen jártam rajta, itt fent, ezen a szakaszon. Jenőig is régen jártam, de Nógrádig járkáltam, ugye a vár miatt, meg a kilátás miatt. Szerintem másfél éve voltam erre utoljára, úgyhogy ideje volt, és nagyon szeretem ősszel ezt a vonalat, és nagyon szeretem télen, amikor hó van, akkor is el fogunk jönni mindenképpen, tehát ha unalmas, ha nem valakinek. Ez egy nagyon klassz vonal. Na hát igen, a legkritikusabb pontja ennek a vonalnak, és az egyetlen hely, ahol ne szálljatok le, az Drégei megállóhely. Itt a kutyák jobbra-balra, szabadon. Furcsa emberek. Szabadon. Úgyhogy talán ezt engedjétek el, hogyha erre jöttök. Itt maradjatok a mellékbe. Jegyvizsgálót is maximálisan megértve szinte alig szállt le, mert két kutya itt, már azt pont nem tudtam, ott van. Mondom én. Szóval Drégeien ne szálljatok le. És ugye tulajdonképpen most jön egy érdekes pont, amikor megdeltázzuk a szerelvényünket, hiszen valamikor tovább mehettünk volna a szlovák oldal, mai szlovák oldal irányába, Sáhi fele, és ugye még Hont, mint a jelenleg is magyar oldalon lévő település, még egy megállási pont lehetne, de ugye ez nincs így, és Drégei Palánkon ugye irányt fogunk váltani, ahol egy pár perces időnk lesz, és ott van már lent a vonal, a gyarmati, ahol majd egyébként tovább fogunk menni, most érkezünk be majd mindjárt Drégei Palánkra, és természetesen Drégei Palánkon majd le fogom nektek fotózni a szerelvényt, tehát leszállok annyi időre, hiszen azért amíg irányt váltunk, az menetrend szerint egy 5 perces munka. Ott van a gyarmati vonal, ezen fogunk majd ugye kislisszolni, viszont a felvétel épület ezen az oldalt lesz. Ezt a vonalat azért ismerem, mint a tenyeremet, még hogyha nem is minden megállási pontot, de a fő helyeket igen. Thank you.
várjatok, mert megmutatom nektek, hogy honnan jöttünk be. Most indultunk Pipalánkról. Hát onnan. Ez egy érdekes pont a Magyar Vasúton. No. Ipolyszög megálló hely, aminek egyébként hát lehet, hogy van valami történelmi érdekessége, számomra semmilyen érdekes momentuma nincsen. Valószínűleg valamikor nem volt megálló hely, vagy tehát annál több volt szerintem, de mindegy. A lényeg az, hogy nekem azért érdekes, mert az egyik legjobb kirándulásom a anyummal és apummal, az Balassagyarmaton volt, és az úgy zajlott, hogy Ipolyszögnél, ugye itt a főúton jöttünk, és pont jött a Bézi, és lefilmeztem, és egy fantasztikus nap volt, hát sajnálom Bézi, imádlak, de nem miattad, hanem úgy, hogy unblock fantasztikus nap volt, úgyhogy, és tök jó volt, hogy abból egy ilyen videó is született egyébként, meg nem mondom a címét, de itt spottingoltam akkor Bézit, hát ugye kocsival voltunk. No hát tulajdonképpen itt most már Balassagyarmat belterületén vagyunk, hamarosan érkezünk az állomásra, és én annyira szeretem ezt a vonalat, oppá, egy pályásgép. Mondjuk a pályásgépet soha nem tudtam meghatni, ne haragudjatok. Bárhol megjelenik egy ilyen azért, hát most valljuk be, olyan igazi ipari gép. No, a lényeg, itt vagyunk Gyarmaton, és nem aszót fele fogunk menni, mert én azt annyira nem szeretem. Sajnálom azon oldali lakókat, van róla videó, szóval nem hagytam ki az életemből, de többször is voltam egyébként, többször is megcsináltam már ezt a körtúrát. Most viszont egy olyan körtúrát csinálok, hogy Gyarmat-Vác, illetve Vác-Gyarmat, Gyarmat-Vác. Sokkal jobban élem. Sorry. Na Gyarmaton vagyunk. Hát nem így fogunk visszamenni, hanem kiszedik közüle a melléket, amiben voltunk, úgyhogy teljesen jól gondoltam, hogy ezt abból kell filmezgetni, de nézzétek meg, hogy most már mennyi há. Hármas, szóval, hogy most már mennyi kék mellék van, tehát csak itt három van, de még viszont itt van a 602-es, ami még egy sima hagyományos piros, most már egyébként el kell kezdeni jobban ráállni arra, hogy megörökíteni egyébként a pirosokat, és azért minden nem lehet, szoktam mondani. Hát, valljuk be, hogy most itt nem fognak rám szólni, de egyébként nem szabadna itt járkálnom, de na, nem fognak rám szólni, maradjunk ennyiben, mert nem akarok senkinek se rosszat. Aha, a másik oldalról lesz jó egy fotó. Itt a 602-es BZX. Ő még piroska. Sőt, hát honállomás szerint még debreceni. Ő már gyarmati. Ő is gyarmati. És szerintem amik itt kékek, azok mind gyarmatiak, de akarok egy fotót róluk egyébként. Közben jön vissza a szerelvény, ugye a kék az bekerül ide valószínűleg, nem tudom, hogy hova kerül, ott van az a kék, az akkor, ja igen, az akkor ide szélre fog kerülni, hát most lényegtelen, most ugye megy már le a nap, mert sajnos már ősz van, hogy rohadjon meg, na így vannak a kékek egymás mellett, no itt egy másik még hagyományos, a 175-ös, egyébként nagy kedvenc, 175-ös, de itt van a 324-es, ami már szintén kékecske. Hát ugye ő nem mellék, hanem konkrétan egy motor. Viszont, hogyha akartok látni egy BZ-t, ami eléggé nyomorultul néz ki, és valószínűleg ő már nem lesz a jövőben forgalomban, nem hiszem, hogy tehát ki vannak törve itt a fényszórók, annyira nem tré, vagy nem tűnik trének. Na bocsánat, itt a fókusz, most már visszaadjuk. Ez a 242-es BZ, nem tudom vele mi történt, egy szentesi hónos egyébként, de ő elég tré állapotban van.
Na most ugye hirdetik itt a Ipoly-Tarnóci autóbuszt. Hát ugye Lázár Álomnak a agyszüleménye, hogy Ipoly-Tarnócra ne menjen ki a BZ, hogy ott van a busz. Na most a táblákról akartam egyébként beszélni, az érdekessége ezeknek a digitális utastájékoztató tábláknak, hogy ezeket a déli pályaudvarról szerezte Balassagyarmat többek között, mert ugye itt is volt egy, meg itt van még kettő. Tehát ezek valójában a déli pályaudvarról származó utastájékoztató panelek, amiket ugye lecserélt a déli modernebbre, de hát ide Balassagyarmatra még ezt is modernnek mondhatónak gondolhatjuk. És hát ugye már itt van a mi kis szétszedett szerelvényünk, már olyan szempontból, hogy ugye most már csak két motor, tehát most már nem lesz ablakon kilógós snit, hát ennyi bajunk legyen, ott pedig ugye az aszót felől beérkező, ami ugye majd körül fog járni, és azzal mehettünk is volna vissza Pest fele, hiszen ugye akkor egy körtúrát tartunk, de valahogy most őszinte leszek, mindig attól jó a videó, hogyha jó a kedvem, és higgyétek el, jobban jártok így, hogy ezzel megyünk, mert attól az aszódító most nagyon nem lenne jó a kedvem. No, megindultunk Gyarmatról visszafele. Hát sajnos ugye most már melléket nélkülöznünk kell, úgyhogy ilyen felvételek lesznek, sajnos ezek az üvegek nem a legtisztábbak, meg össze vannak ilyen, hát karistolva. De hát azért majd palánkon természetesen külsős nyit. Majd hogy érünk be? Jenőre. Pont mi nem azok vagyunk, akik nagyon várnak, szóval akkor Jenőn nem nagyon lesz felvétel sajnos. Talán Szokolyán esetleg megpróbálok egy snittet még összehozni. Ja. Ja. Most már én is. No, itt közben egyébként régen palánkon vagyunk újra. És van egy ilyen. Ja, igen. Ó. Egy betétjárat egyébként, ami palánktól válcik, válctól palánkig jár, ezért is van itt. De nincs meghirdetve rendesen egyébként? Ah, csak nem tudnak róla. De ő egy szóló BZ motor? Most igen. Van mikor két motor, van mikor egy motor, egy kocsi. Aha. De most nagyon motor hiány van, nálunk gép hiány van sokakban. Aha. Kocsi hiány is van, mert reggel például leszódi, ami alkalmazik. No, Diósjenő állomás. Újra. Csak hát már egy egészen más hangulatba. Szóval azért tök mindegy, hogy az ember ugyanott filmezik, ha más a hangulat, itt van a kereszt. Úgyhogy itt vagyunk Jenőn. Na itt vagyunk egyébként közben Szokolyán. Az utolsó keresztünkön. Hát bevallom, nekem ez egy imádott vonal, szeretek itt lenni.